Rendbe jöhetett hosszú Katinkáék házassága, erről is szó lesz a híradóban, de előtte arról, hogy alig egy hónap múlva, április 27-én lesz a két Korea közötti csúcs találkozó. Erről állapodtak meg az országok tárgyaló delegációi. Közben az is kiderült, egy ideig titokban tartott uniós tárgyaló delegáció az elmúlt 3 évben tucatnyi alkalommal találkozott észak-koreai magasrangú tisztségviselőkkel. Brüsszel és Pyongyang az atomfegyverekről és a két Korea közti békeszerződésről egyeztetett. Sikerült megállapodniuk az észak- és dél-koreai tárgyaló delegációknak. A két ország vezetése a jövő hónap végén egy asztalhoz ül. A megbeszélésekre április 27-én fog sor kerülni, Panmunjom határfalu déli részén lévő békeházban, mondta az északi delegáció tagja. A tárgyalások célja, hogy a koreai félszigetet atomfegyvermentessé tudják tenni, és erősödjenek a kapcsolatok a két Korea között. A környező országok üdvözölték a bejelentést. Örömmel látjuk, hogy a párbeszéd előre lendült, és úgy tűnik, a béke tartós lesz, mondta a kínai külügyi szóvivő. Japán lapok arról számoltak be, Tokió is fontolgatja egy kétoldalú találkozó lehetőségét Észak-Koreával. Az ügyben állítólag Pyongyang kezdeményezett. A japán kormány hivatalosan nem erősítette meg az értesüléseket, de azt elismerték, hogy kapcsolatban vannak Észak-Koreával. Azt egyelőre nem tudni, hogy az ősellenséggel való találkozóról tájékoztatták ki az észak-koreai népet. A helyi állami tévécsatorna az elmúlt napokban folyamatosan közölt beszámolókat és anyagokat Kim Jong-un első külföldi útjáról. Az észak-koreai vezér a múlt hétvégén utazott váratlanul Pekingbe, ahol 3 napos tárgyaláson vett részt a kínai elnökkel. A Fehérház szóvivője Kim Jong-un útja kapcsán azt mondta, örömmel látják, hogy a folyamatok végre a helyes irányba indultak el. Óvatos optimizmussal szemléljük a helyzetet, úgy érezzük, végre a jó irányba haladunk. Kim Jong-un most első ízben hagyta el az országát, amióta annak élére került. Szerintünk a rájuk helyezett nyomás miatt kényszerülnek tárgyalásokra, mondta a szóvivő. Kim Jong-un pénteki látogatásának szakértők szerint az lehetett a célja, hogy rendezze feszült viszonyát Kínával, amely az egyetlen fontos nemzetközi szövetségese.